jó reggelt kívánok mindenkinek! Sziasztok! Folytatódik a 7.30 Jövő TV reggeli műsora, és itt van velünk a stúdióban Bíró Balázs, a Magyar Esport Szövetség elnöke. Köszöntök én is mindenkit, jó reggelt kívánok! Szia Balázs, köszöntök itt a stúdióban. Hát el kell árulnunk, hogy mi azért most már régebb óta ismerjük egymást. Az e-sport szerelem az régóta végigkíséri mindkettőnknek az életét, de hát azoknak a nézőknek a kedvéért, akik nem feltétlenül tudják, mi ez az e-sport, vagy mondjuk, hogy is mondjam, olyan negatívan viszonyulnak ez a videójátékozáshoz. Röviden elmondod egy-két mondatban, hogy tulajdonképpen az e-sport az mondjuk miben különbözik attól az átlagos videójátékjátszástól, amit látnak otthon sokszor. Természetesen. Tehát a videójátékos közösségnek egy szűkebb része ez. Ez a versenyszerű videójátékosok, akik hasonlóan egyébként a sportolókhoz, különböző versenyeken, tornákon, kupákon, ligákon indulnak, ami videójátékhoz kötődik. Lényegében az összes olyan videójáték, amiben összemérhető valamilyen formában az emberi teljesítmény, az tekinthető egy tág értelemben elektronikus sportnak, de leginkább a profi e-sportolókat szokták egyébként ezzel a címkével, az e-sport címkével illetni. És hogy amit fontos tudni róla, itt a videójátékok tekintében nem mindegyik játékból lehet ugye, vagy működhet elektronikus sport. Nagyon hasonlatos maga az egész szisztéma, vagy az egész rendszer egyébként a sportok világához. Itt is csapatok vannak, versenyszervezők vannak, szövetségek vannak most már, vannak média cégek, akik erre szakosodnak és ezt közvetítik, mint egyébként a sporteseményeket. Vannak kommentátorok, szakértők, akik egyébként a témával foglalkoznak. Ez Magyarországon is így van? Már Magyarországon is így van. Tehát akkor ez kijelentett, hogy most már nem járunk gyerekcipőbe, úgymond ebben az egész műfajban. Hát ez viszonylagos azért, hogy eléggé relatív, hogy ki ez viszonyítva, mondjuk Dél-Koreához vagy Észak-Amerikához képest, ahol valamilyen szinten már a mainstream kultúrának a része a versenyszerű videójáték. Ahhoz képest még egy kicsit le vagyunk maradva, de azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, és szépen fejlődik ide az is a terület. Egy nagyon friss adattal tudok egyébként jönni. Éppen a napokban publikáljuk a legfrissebb e-sport kutatásunknak az eredményét, és jelenleg ilyen 540 ezer főre tehető az a réteg, aki egyébként érintett a hazai e-sportban. Ez magával foglalja egyébként a játékosokat, illetve nyilván a köröttes a nézőket, azokat, akik egyébként ilyen játékokkal játszanak, ilyen tartalmakat fogyasztanak. Terveztek egyébként nagyobb e-sport rendezvényt Magyarországra a közeljövőben? Hát nehéz ez a kérdés, mert ugye még csak most jövünk kifelé, vagy nem tudom. Igazából ez a járványügyi helyzet, ez erőteljesen érintette pontosan ezer részét az e-sportnak. Ugye azt azért el kell mondani, hogy ez nem csak egy interneten vagy online terjedő történet. Ugye van egy olyan része az e-sportnak, amikor összegyűlnek egy helyre, és élő helyszínen döntik el úgymond az eseményeknek, vagy a tornáknak a végkimenetelét. És hát ezekből volt igazából az utóbbi időszakban elég erőteljes visszaesés. Nyilván annak köszönhetően, hogy nem lehet tehát olyan jellegű tömegrendezvényeket tartani, ahol egyébként sok ember gyűlik össze. Így az e-sport rendezvények is elmaradtak. Szerencsére mi át tudtuk tenni a versenyek fókuszát az online térbe, ez egy természetes közege ilyen szempontból a videójátékoknak. Nehéz arra válaszolni, hogy mikor tudunk olyan méretű vagy olyan jellegű versenyeket csinálni, mint akár tavaly vagy a korábbi években. Én nagyon remélem, hogy ősszel már lehet olyan rendezvényekről beszélni, amik már hasonlítanak ilyen szempontból a korábbiakra. Ugye az elmúlt években azért kijelenthető volt, hogy nőtt az elfogadottsága ennek az e-sport dolognak Magyarországon is, és egyre komolyabban vették a politikai döntéshozók is. Most már ugye állami támogatásban is részesül ez az ágazat, úgymond is egyre több olyan klubcsapat is van, amely most már a úgymond rendes sport ágakhoz képest mondjuk FIFA-ban vagy különböző számítógépes játékokban is indítanak saját csapatokat, hogy így a széles körű lakosság körében a többségi társadalom hogyan viszonyul ez a kérdés ez Magyarországon? Mert amikor én annak idején gyerekként küzdöttem ezzel a kérdéssel, akkor emlékszem, hogy a szülőktől mindig megkaptam, hogy
csak rabolod az idődet, ez az iskola meg a tanulás erről viszi el. Ma is még mindig ez a fajta gondolkodás már egyébként többségben, vagy most ti ezt hogy érzékelitek? Én azt gondolom, hogy ez egyfajtában formálódik. Ugye azok a fajta folyamatok, amik mentén mondjuk egy hagyományos sport kialakult, azok ilyen több évtizedes vagy évszázados történetek. Itt azért az elektronikus sport esetében maximum évtizedekről tudunk beszélni, tehát más a lépték. És maga a videójátékra rárakódott negatív sztereotípiák, azok bizony a mai napig még kísértenek minket, ha így fogalmazhatok. Viszont pont azokra ad választ valamilyen formában egyébként az e-sport tevékenység is, hogy nem az a fajta öncélú vagy csak is a játék vagy szórakozás élményre fókuszáló tevékenység ugye az e-sport, ami egy tudatos idők keretek közé edzési sessionokbe szorított tevékenység ilyen szempontból. A csapatok azok úgy készülnek, hogy tudatosan a versenyekre, és erre szentelik az idejüket, erre fókuszálnak, és nem csak a játék tevékenységről szól ez a tevékenység maga, hanem mellette nyilván a taktikai, stratégiai részek, amik mondjuk egy-egy csapatjátékhoz kötődnek, vagy ahhoz kapcsolódóan a csapatépítő jelleggel, nyilván a csapategységeknek az összekovácsolódását is segíti. És akkor nem is beszélve arról, hogy egyébként maga a videójátékos tevékenység ez egy globális történet, ez a versenyszerű videójáték. Tehát itt azért az idegen nyelv használat is nagyon fontos terület. Amúgy, hogy leginkább a sportokhoz kapcsolódóan, és így mihez lehet kötni legjobban a videójátékos sportot. Három olyan terület van a sportnak, amihez hasonlítani szoktam. Az egyik az a szellemi sportok, ugye, ahol például a sakk vagy a go, ahol a szellemi tevékenység, a probléma megoldó képesség, logikus gondolkodás nagyon fontos terület. Ez rokonítható valamilyen szinten az e-sport. És ott vannak a precíziós sportok, ahol a szemkész koordináció, figyelem, koncentráció, például a darts, biliárd, lövészet, íjászat, ahol nagyon fontos az, hogy ezek a fajta képességek, tehát a figyelem, a koncentráció az meghatározzák, illetve a kéz, a finom mozgások hogyan működnek. És ott van a technikai sportok, ahol például itt a Forma 1, ahol mondjuk a motorok, meg a gumik, meg a különböző motorolajoknak a harca is valamilyen formában a verseny, nyilván meg az emberi képesség, hogyan tudja irányítani a gépezetet. Itt is egy fontos tényező ez, például itt a hardware eszközöknél, a perifériák, az egerek, a billentyűzetek, a kontrollerek, vagy ott esetben a processzoroknak is a harca, és nyilván az emberi irányítás itt is egy nagyon fontos terület. Professzionális játékosok esetében az ilyen fizikai képzések, edzések, azok mennyire relevánsak, mert ez is ugye felszokott vetődni a témával kapcsolatban, hogy otthon ülnek tizenvalány órán a számítógép előtt, kövér elhízott gyerekek lesznek, és akkor vagy ez mennyire játszik szerepet a fizikalitás? Azt gondolom, hogy ez egyre inkább előtérbe kerül, és ilyen szempontból mi a Magyar E-sport Szövetségnél is külön hangsúlyt fektetünk rá, hogy az ilyen jellegű társadalmi felelősségvállásra, hogy egyrészt az egészséges életmód, a fizikai mozgás az úgy rész legyen a videójátékos létnek. Itt a professzionális csapatokról csak egy példát hadd mondjak, a tavalyi V4 Future Sports Festival szervezésekor a külföldi csapatok, akiket meghívtunk ide a versenyre, az első kérdés az volt, hogy hol tudják biztosítani, hol tudnak minden reggel majd edzeni, biztosítható-e ott a környéken, és erre szerveznünk kellett olyan lehetőséget, ahol konditerembe tudtak menni. Tehát, hogy ez csak egy kiragadott példa arról, hogy például a professzionális e-sport szervezeteknél mennyire fontos ez. És ez a játékosokból jövő, hát azt mondom, hogy a játékosokból jön már, és nem pedig a külső kényszer hatása. Úgyhogy ilyen téren is fejlődünk. Térjünk át egy picit magára erre az új online TV csatornára. Milyen műsorok lesznek itt pontosan? Igen, az e-sport gurúról beszélünk, ugye nemrégiben indult el nagy örömünkre. Ez az e-sport egy, illetve az Antenna Hungáriának a közös projektje. A Mindigo platformon egy lényegében egy virtuális tévécsatorna ez. Amit tudni kell róla, hogy itt az elektronikus sport, illetve a videójáték lesz szint ugye a főszerepben. Alapvetően videójáték versenyeknek a közvetítései futnak, olyan jellegű összefoglalkozások,
összefoglalók, amik egyébként fogyasztható formában, tévés formátumban jelennek meg. Tehát ez a nagy különbség, mint például a különböző online streamekkel, ha összehasonlítjuk egyébként a tévének a különböző tartalmait, hogy itt azért fogyasztható formában van. Ugye egy-egy verseny az akár 5-6-8-10 órásra is elnyúlhat az online streamek világába, itt a tévében azért nyilván szűkebbek az időkeretek. Emellett egyébként háttérműsorok, szórakoztató műsorok, show műsorokat tervezünk, és hát én azt gondolom, hogy egy olyan médiummá nőheti ki magát az e-sportban, ami egy fontos lépcső a hazai e-sport számára, a közösségszervezés szempontjából is, illetve hát a tartalom minősége szempontjából is. Az, hogy azt mondtad, hogy kicsit ilyen fogyaszthatóbb formában kerülnek adásba a mérkőzések, az azt is jelenti, hogy mondjuk tulajdonképpen valaki csak mondjuk random oda kapcsolja az e-sport gurura, aki mondjuk nem igazán értesült erről a világról, és nem sok mindent tud. Ő is mondjuk, tehát olyan nyelvezetet használnak akár a kommentátorok, akár a különböző ilyen háttérműsorokban, ami alapján egy teljesen outsider ember is megérti azt, hogy miről van szó. Pontosan erre törekszünk, hogy ne csak a szűkebb videójátékos réteg számára legyen ez érthető vagy felfogható, és ezért nem csak a közvetítések kapcsán, hanem a különböző háttérműsorok kapcsán is. Igazából az edukáció egy nagyon fontos terület, és ez amúgy nem csak az e-sport gurula, de így az egész e-sport szénára egy fontos törekvés, hogy egyrészt megértsék az emberek, hogy itt mi zajlik, hogy ez miért van közelebb a sporthoz, mint egyébként a játékhoz, vagy a szórakoztatóiparhoz, habár a kettő egyébként elég erőteljesen összefügg. Igen, ez egy fontos része, hogy megértsék azok az emberek is, akik egyébként kívülről jönnek, nem a videójátékos szcénából. Hát Bíró Balázsnak, a Magyar E-sport Szövetség elnökének nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél hozzánk, és arra biztatjuk a mi nézőinket, mi is ugye egy online televíziót csinálunk, hogyha van lehetőségük, és akit érdekel, az mindenképp kapcsoljon át az E-sport gurura. Ezt még egyszer elmondod röviden, hogy ez hol található? Igen, ez a Mindigo platformon, ez elérhető applikációból, mind iOS, mind pedig Androidos applikációból, mind pedig a webes ilyen desktop verziója is van, ami pedig a tv.mindigo.hu-n érhető el, és akkor itt az e-sport gurúra kell kattintani egy rövid regisztráció után, egyébként akár Facebook vagy Google accounttal is be lehet lépni, és nézhető is egyből a műsor, ugyanis díjmentesen szolgáltatjuk. Hát akkor Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és sok sikert neked is, meg a magyar e-sportnak, és rövid szünet után folytatjuk.